Amióta én vagyok a Ferencváros edzője, azóta a Ferencváros idézőjelesen hazai pályán ennyi ember előtt nem játszott. Voltak periódusok, mikor nagyon jól játszottunk, tényleg támadásban, védekezésben nagyon jók voltunk, de volt viszont, mikor kicsit megnyugodtunk, akkor leengedtünk, ez nem volt jó, ezeken kell javítanunk még. Úgy gondolom, hogy az elején kicsit nem állt össze a védekezés, de utána összeállt, és úgy gondolom, hogy ebből tudtunk jól támadni, gyors volt a támadásunk, összeállt a védekezés kapus teljesítménnyel együtt, és úgy gondolom, hogy így tudtunk. A végén azért már voltak olyan összetételek, amiben azért még nem nagyon játszottunk, ez egy érződött is, de nagyon-nagyon örülök ennek a mai mérkőzésnek, tehát ilyen hangulatban, ilyen atmoszférában, tehát itt nem is lehetett más az eredmény, úgyhogy én elsőbb azt kértem a csapatomtól, hogy minden körülmények között szolgáljuk ki az ide kilátogatókat. Amióta én vagyok a Ferencváros edzője, azóta a Ferencváros idézőjelesen hazai pályán ennyi ember előtt nem játszott, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és nagyon köszönjük, és nagyon bízom benne, hogy kitart a lelkesedés még a két hét múlva esedékes főri mérkőzésre, és mert nagyon nagy szükségünk lesz rájuk. Óriási érzés volt, szerintem ennyi B-szektoros szurkoló még nem volt kint a mi mérkőzésünkön. Óriási érzés volt már csak itt a bemutatásnál befutni a pályára. A végén belementetek egy gólváltásba, lehetett volna nagyobb is a különbség. Igen, úgy gondolom, hogy kicsit gyorsan játszottunk, elkapkodtuk, kicsit lassítani kellett volna a játékot, de úgy gondolom, hogy a győzelem az mi szempontunkból az jó. A két emberfogóval picit megfogtak minket, meg ezzel a 7-6 ellen. Mondjuk azt még viszonylag jól megoldottuk, csak ez a kettős emberfogó ez valahogy nem ült nekünk. Itt tényleg egy ide, egy oda volt folyamatosan, de akkor előnyünk volt, hogy ezt már nem tudtuk elvetni. Tökéletesen sikerült a hét? Igen, hát annyiban azért pontosítanék, hogy azért ez a győri mérkőzés, ez egy tényleg hab volt a tortán, mert nem nagyon foglalkoztunk vele, tehát nekünk pontosan tisztá volt ezzel mindenki, hogy azon majd lehet javítani, hogyha az nem sikerül, de ezen nem lehet, úgyhogy meg mi erre hegyeztünk ki mindent. Valóban egy nem várt győzelem volt ez a szerdai, ugye az izi nélkül, de nagyon-nagyon örülök, hogy aztán így alakult, tehát én mondtam, hogy akkor van annak értéke, hogyha ma is nyerünk, úgyhogy kimondhatjuk, van értéke, úgyhogy mi nyertünk. Ezen az úton akarunk tovább menni, és nagyon jó szerepeltünk eddig. Egyetlen egy mérkőzésünk volt, amit el is felejtettünk, ami nem úgy sikerült, hogy kellett volna, de úgy gondolom, hogy most nagyon jó úton haladunk, és így kell folytatni tovább.